Hogy mi? Unboxing videó? Na vágjunk bele! Na sziasztok! Üdvözlök mindenkit az újabb YouTube videómban, ami ezúttal egy unboxing videó lesz, ugyanis nagyon-nagyon sokan kértétek Instán, hogy legyenek ilyen típusú videók is. Amivel ma készültem nektek, az nem más, mint kettő hatalmas nagy csomag, méghozzá cipők, úgyhogy szeretném veletek együtt kicsomagolni ezeket a nagy dobozokat. Ez a videó most annak köszönhető, hogy pár napja megkeresett a ShoesMe, hogy választak tőlük néhány cipőt, és egyébként nagyon örültem ennek a felkérésnek, hiszen már ismertem az oldalukat, és ismertem a stílust, amit képviselnek, és hogy őszinte legyek, nekem nagyon bejön. Úgyhogy nem volt nehéz választanom. Egy nagyon picit talán az nehezítette meg a történetet, hogy nem volt minden cipőből elérhető a méretem, pedig abszolút egy standard méretet hordok, 39-es a lábom, és volt emiatt egy pici újratervezés a dologban, de egyébként abszolút nem volt nehéz választanom, hiszen elég nagy a kínálatuk. Ha jól emlékszem, akkor összesen 4 pár cipőt választottam, és már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy néznek ki, és milyen a minőség, illetve a méret jó lesz-e, ugyanis még soha nem rendeltem az oldalukról, de már régebben is szemezgettem vele, szóval én már nagyon izgulok, mindenképpen szerettem volna, hogyha már ennyien kértétek az unboxing videót Instán, akkor szerettem volna, hogy ezt veletek együtt tudjam kicsomagolni, úgyhogy tartsatok velem! El is kezdem itt a csomagolást az egyik nagy dobozzal. Hoztam itt egy kést. Igyekszem ügyesen kibontani. Szuper, meg is van. Mindjárt megmutatom, igyekszem megmutatni, hogy hogy néz ki. Tehát ez az első doboz. Próbálok itt kukucskálni, hogy mi az, ami látszódik a kamerában, és mi az, ami nem. Picit amatőr. Az oldalukat böngészve azt vettem észre, hogy megtalálható egyébként az összes kollekció, a nyáritól kezdve az őszi-téli kollekción át minden. Én természetesen most már ilyen őszi, hát igen, még nem mondanám télinek, de őszi csizmákat választottam többnyire. Szóval nagyon kíváncsi vagyok már rá. Nézzük is az első dobozt. Így néz ki a doboz. És akkor bontsuk is ki együtt. Próbálom úgy, hogy látszódjon a kamerában. Fogalmam nincs, hogy melyik... Nem szeretném itt feldönteni. Fogalmam sincs, hogy ez pont melyik cipő. Aha! Itt is van. Na, szóval így néz ki az első pár. Ez egy bakancs inkább. Nagyon megtetszett ebből egyébként, volt kétféle színválaszték is, az egyik ez a barnás, a másik pedig fekete színben elérhető, ugyanez a fazon. Szerintem nagyon menő, nagyon vagány cipő. És igazából ez a legelső cipő unboxing videóm, szóval nem igazán tudom még, hogy lenne a legjobb ezt összerakni, de arra gondoltam, hogy mindenképpen fogok nektek bevágni néhány másodperces felvételeket arról, hogy hogyan is néznek ki ezek a cipők a lábon. Kiveszem belőle ezeket a papírokat, és megnézem, hogy mennyire bélelt. Hát semmiképpen nem mondanám télinek, de abszolút egy nagyon szuper őszi viselet. 39-es méret, ahogy azt már mondtam, egyébként az összes cipőt 39-es méretben rendeltem, szóval nagyon kíváncsi vagyok. A legtöbb márkából ez jó szokott lenni nekem. Kicsomagolom így gyorsan a másik párját is nektek, hogy láthassátok őket. Talpa egyébként ilyen. Eddig nagyon tetszik egyébként. Na de akkor haladjunk is tovább, és nézzük meg a következő pár cipőt. Ez nagyon nehéz. Ez a következő, a doboza szerintem mindegyiknek ugyanúgy néz ki. Ez is 39-es méret lesz, és akkor bontsuk is ki a dobozt. Gyerekek, ez a csizma. Először is nagyon nehéz. Egyébként szerintem brutál jól néz ki.
alig várom, hogy viseljem és hogy felpróbáljam egyáltalán. Egy nagyon menő kis darab, és szerintem tök jó, hogy esős időben is lehet fordani. Ez úgy gondolom, hogy nem fog beázni. Kiveszem belőle ezeket a kis papírokat. Igen, ilyen belülről. Tehát még egyáltalán nem bundás, nem ez a téli csizma jellegű, de ez is egy nagyon szuper kis őszi viselet. Ez cipzáros a belső felén, itt pedig gumis. És egy picit ilyen vastagabb a talpa, ami szerintem még vagányabbá teszi az egész cipőt. Kicsomagolom ennek is a másik párját, hogy láthassátok őket együtt, így néz ki. A talpa pedig ilyen. Nagyon szuper! Én egyébként nagyon-nagyon szeretem az ilyen egyszerű fekete csizmákat ősszel hordani, ugyanis nagyon-nagyon sok mindennel lehet párosítani, és nagyon sok mindenhez illik. Hogy szerintem nagyon könnyű hozzá jól öltözködni. Na hát ezzel az első dobozunkat ki is végeztük, de hát van itt még egy ugyanolyan másik. Mutatom. Jó nehéz, úgyhogy valaminek itt elég nagy súlya van. Próbálom itt ügyesen kibontani ezt a dobozt. Siker. Na hát két ismerős dobozt találunk itt, ugyanis abszolút ugyanúgy néz ki, mint az előző kettő. Mutatom. Ez a harmadik pár cipő, bontsuk is ki együtt. Erre nem is emlékeztem, ez egy magas sarkú csizma. Méghozzá szegecses, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett. Nem túl magas, szóval mindenképp úgy gondolom, hogy ez abszolút egy kényelmes csizma lesz. A saroknak a vastagsága is szerintem abszolút optimális. A belső oldala szintén cipzáros. Cipzár is egyébként egész jó minőségűnek tűnik. Szintén ugyanaz a bélés található benne, szóval nincsen még benne téli bunda. Mindenképp egy őszi csizma. Ki is veszem belőle ezeket a papírokat. Szóval így néz ki. Itt hátul végig szegecses, illetve fönt is, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Remélem, hogy tényleg olyan kényelmes lesz, mint ami ennek tűnik. Szerintem nagyon jó lehet majd párosítani hétköznapokon, akár egy sima farmerrel, de el tudom képzelni akár egy szoknyával és harisnyával is. És akkor így néz ki kicsomagolva mind a két pár. Ez a szeges nagyon tetszik nekem, szerintem nagyon brutál, abszolút megadja a cipőnek a jellegzetességét, és feldobja ezt az egyszerű sima bokacsizmát. A talp az teljesen sima, alig vannak rajta recék, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mondjuk esős időben sem fog csúszni. És azt is remélem, hogy ugyanolyan kényelmes lesz majd, mint amilyennek tűnik, ugyanis szerintem abszolút egy még hétköznapra is hordható csizmáról beszélünk, hogyha valóban olyan kényelmes. Szóval ez lett volna a harmadik pár cipő, amit a Shoezme-től kaptam. Térjünk is rá a negyedikre. Ha jól emlékszem, a negyedik pár cipő is egy bokacsizma lesz. Itt is van. Jól emlékszem. Ő lenne az egy sima fekete bokacsizma, egy nagyon picit anyagában fényes. Egyébként annyira nem látszik a videón, de amennyire értek az anyagokhoz, ez a velúr hatású. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez vízálló.
Szóval összességében ezzel a cipővel is maximálisan elégedett vagyok eddig, abszolút úgy néz ki, mint a képeken, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog majd kinézni a lábon. Ezen a csizmán már nem található cipzás semmelyik oldalon, hanem ez a kis gumis betét van benne. Ami a különlegessége, hogy a sarkánál található egy ilyen fémszínű díszítés, ami szerintem eléggé feldobja az egész csizmát. Abszolút egy olyan alapdarabnak mondanám, amit jól lehet majd párosítani mindenféle ruhával. És ahogy elnézem, a végére is értünk ennek a cipő unboxing videónak. Én nagyon-nagyon élveztem veletek kicsomagolni őket. Remélem, hogy nektek is tetszett, és írjátok meg kommentben mindenképp, hogy melyik volt a kedvencetek. Ha tetszett a videóm, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem iratkoztatok volna föl, akkor azt itt lent megtehetitek, ha pedig már feliratkoztatok, akkor azt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Arra az esetre pedig, hogyha valaki szeretne jobban utána nézni ezeknek a cipőknek, a webshopnak a linkjét meg fogjátok találni a leírásban. Na, hát ennyi lett volna már ez a kis unboxing videó, remélem, hogy tetszett nektek, illetve köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és együtt kicsomagolhattuk ezeket a dobozokat, hamarosan találkozunk. Sziasztok!